Hogy esett? A Toma azt mondta, hogy neki nagyon jól esett. Te mennyit mentél? Hát nekem annyira nem esett jól ez a 25 kilométer, de nekem azért kicsit nehezebb volt, gondolom, a fiúkkal mentem, úgyhogy a tempó az nekem erősebb volt. Ja. A srácok próbálják szokni ugye ezeket a körülményeket, te viszont rendszeresen itt edzel. Igen, ez egy kicsit olyan, hát nehezebb, mert állandóan mozog a víz, és sosem egy irányba, ráadásul a szél is bejátszik, úgyhogy kicsit nagyobb a kihívás itt, mint egy normális, sima terepen, de szerintem ez csak jobb kajakossá tesz minket, úgyhogy mindig próbálok arra gondolni, hogy ez mennyire jó nekünk, hogy gyakorolhatjuk ezt a körülményt is. Te viszont szoktál kimerészkedni az óceánra is, mennyiben segít ez a kajakozásban? Nagyon jót tesz, mert a szörfkizés az arról szól, hogy hullámokat kell elkapni, és ez egy ilyen elég jó, hát ilyen beleerősítések, szóval ilyen sprint, aztán kicsit ilyen iramváltásos, úgyhogy ez sokat segít, mert elég hosszú távokat is szoktunk megtenni, ilyen 20 km körüléket, és akkor abban meg állandóan benne vannak ezek a sprintelgetések, úgyhogy ez nagyon jó edzés tud lenni. És ráadásul a magának a kajakozásnak is jót tesz, ahogy ülünk benne.